Leállhat az egyedi gyógyászati segédeszközök gyártása, írják közleményben a gyártókat összefogó szervezetek. Azt írják, a kormány a komplett ágazatot kihagyta a gazdaságvédelmi akciócsomagjából. Margitai Barnabást kérdezzük az összefoglaló anyag után. Több sajtóhír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy a kormány egy teljes ágazatot kihagyott a korábban bejelentett gazdasági mentőcsomagból, és ezzel több százezer betegember gyógyászati segédeszköz ellátását veszélyeztetik. Az egyedi eszközgyártással foglalkozó cégek többek között ortopédiai fűzőket, sérvés haskötőket, végtag csonkoltak számára műlábakat, műkezeket, a lábbetegségek kezelésére talpbetéteket és ortopédiai cipőket készítenek. Ezeket a gyártókat összefogó szervezetek közös közleményéből az is kiderül, hogy nem új keletű a probléma. Ennek oka nem csak a jelenlegi koronavírus miatt kialakult járványügyi veszélyhelyzet, hanem az évtizedek óta egyre súlyosbodó, a gyógyászati segédeszközöket alulfinanszírozó, már a működésképtelen gazdasági helyzet. A járvány megjelenése óta többször is írásban jelezték a szakmai és gazdasági problémákat, mint írják, az általunk jelzett problémákra sajnálatos módon eddig egyetlen kormányzati szerv sem nyújtott segítséget, a gazdasági mentőcsomag elemei pedig nem alkalmazhatók ránk. És ahogy György említette, Margitai Barnabás a Forgalmazók és az Egészségért Szövetségnek az elnöke a vendégem Skype-on. Remélem, hogy lát és legalábbis hall minket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szerkesztő, üdvözlöm a műsor nézőit. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok. Kezdjünk egy abszolút konkrétummal. Azt mondja, hogy ha van egy olyan ortopédiai cipőket gyártó egység, amelynek van 54 telephelye, és egy évvel ezelőtt 80 millió számlát adtak ki, tehát ennyiért tudtak gyártani, most pedig március 16-a óta nulla recept, nulla forint, akkor ez általánosítható a teljes, mondjuk így, hogy ágazatra, vagy pedig ez egy szélsőséges példa? Ez a kettő között van, részben szélsőséges, de azt gondolom, hogy általánosítható is. Ezeknek a műhelyeknek a működése drámaian megváltozott. A betegek nem tudnak a receptjeikkel a műhelyekbe elmenni. Két oka is van. Egyrészt a receptek nem kerülnek felírásra, mert a receptek felírását feltételez az orvos-beteg kontaktus. Másik esetben pedig ezek a műhelyek abban az esetben, hogyha nem kapnak megbízást, akkor nem tudnak nyitva tartani. A kettő egymáshoz szorosan összefüggő jelenség. Erre keresünk megoldást. Mi a megoldás? Mert attól, hogyha esetleg a vállalkozások életben maradnak, abban a pillanatban, tehát ebben a pillanatban még a fogyasztó nem jut hozzá, vagy nem tudom, hogy milyen módon tudna hozzájutni. Milyen segítséget várnak a kormánytól? Mire mondják azt, hogy önöket teljesen kihagyták a csomagból? Több lehetőség van azzal kapcsolatban, amit kérde a szerkesztő. Ugye az egyik, hogy járulékos is a béreken kapcsán, amely más ágazatok számára valamilyen módon, de kompenzálásra kerül ebben az ágazatban, jelenti ez az egészségipart és az egészségügyi szolgáltatói vállalkozásokat, ez teljes mértékben elmaradt. Ezek a műhelyek, illetve ezek a boltok, amelyekről beszélünk, ezeknek a bérleti díját úgy kell kigazdálkodni, és úgy kell fizetni, hogy részben bezártak, másrészt pedig csökkentett munkaidőben dolgoznak. Harmadrészt pedig nagyon fontos, hogy a gyógyászati segédeszközök jelentős része import termék, közel 95%-uk, amikor ezeknek a termékeknek a finanszírozását 17 évvel ezelőtt, és hangsúlyoznom kell, letárgyalták a gyártók és a forgalmazók, akkor az euró árfolyama 240 forint volt, most az árfolyam 360 forint által. El lehet képzelni, hogyha ebből az árisból kell egy vállalkozást fenntartani, akkor ez milyen nehézségek elé állítja ezeket a vállalkozásokat. Egyébként éppen az előbb néztem meg, 355 forint az euró, de valóban igen. Az, hogyha tényleg igaz az, hogy van olyan, ami 17 éve pontosan ugyanolyan hatósági áron kénytelenek forgalmazni is? 2003-ban voltak ezek a tárgyalások, és azóta folyamatosan keressük az ágazat vezetőit, hogy ezt tárgyaljuk újra, ezt rendezzük, mert ez egy olyan lehetetlen és méltatlan helyzetet teremt mind a betegek, mind a gyártók számára, ami hosszú távon biztosan nem lesz fenntartható. Amikor válság van, és látszik, hogy ilyen nagy mérték a kitettsége ennek az ágazatnak, akkor jelentkeznek a problémák. Hát akkor, amikor azt mondja, hogy
17 évvel ezelőtt megállapították az árakat, most nem ellenőriztem le a 240 forintos, de nyilván igaza van, illetve nyilván ön jobban tudja, viszont most valóban 115 forinttal drágább ahhoz képest. Meg egyébként mindenben volt infláció, tehát az inflációs rátát sem néztem. Akkor, amikor ezt a első hallásra teljesen jogos igényt említi, akkor például a válasz mi volt erre? Igen, mi volt erre a válasz? Az, hogy részben legyünk türelemmel, másrészt pedig keresem megoldást az ágazat vezetése. Érdemi választ nem kapunk erre, azt kell mondanom. Ugyan elkezdődtek az egyeztetések, és folyamatosan egyeztetünk, de azt kell látni, hogy a politikai vetésforgó az olyan gyors, hogy mire letárgyaljuk azokat a legfontosabb pontokat, amelyek megnyugtató megoldást hoznának, addigra mindig újabb és újabb kollégákkal találkozunk, akiknek ismételten el kell mondanunk az ágazat helyzetét, és gyakorlatilag az a megoldás, ami mindenki számára megnyugtató lenne, az nem születik meg, és mindig elodázódik. A beszélgetés elején egy ortopédiai cipőket gyártó vállalkozással illusztráltam mindazt, amiről önök is a közleményüket írták, viszont Magyarországon 1 millió ember szorul valamilyen módon átmenetileg vagy tartósan gyógyászati segédeszközre. Kik ők, kik azok, akik most nem jutnak hozzá ahhoz a bizonyos gyógyászati segédeszközhöz, illetve van-e olyan, akinek egészségromlás, ne adj Isten, akár az életét is veszélyezteti az, hogyha nem jut hozzá ehhez? Igen, köszönöm a kérdését. Széles a kör. Két részre osztanám a válaszomat. Az egyik, vannak olyan gyógyászati segédeszközök, amelyeknek a használata egyszerűen elképzelhetetlen, mert olyan méltatlan helyzetbe kerül ki, és az egészség, illetve az életminőség olyan mértékben romlik le, hogy nem fogja tudni rendesen folytatni az életét. Ilyenek azok, akik például sztómazsákkal kell, hogy éljenek, mert valamilyen bélműtét után vannak. Ilyenek azok, akiknek ortézisuk vagy protézisuk van, művégtaggal élnek. Ilyenek azok a betegek, akiknek gyógyíthatatlan a sebük. Nem tudják magukat ellátni, és a sebkezelést azt mindig egy második személyi ápolónak kell végeznie. Ide tartoznak azok a személyek, akiknek kerekes széke van, ide tartoznak azok, akiknek mérni kell a vércukor értékeiket, mert vércukormérőt használnak, és ide tartoznak azok, akik hallókészüléket használnak. A hallókészüléket forgalmazó műhelyeknek a 95%-a bezárt, gyakorlatilag 6. hete nem érhetők el. Hogyha már említette, hogy 95%-uk bezárt, az például tudja, hogy hányan fognak újra nyitni, és nem csak a hallókészülékekre kérdezek rá, hiszen azt mondja, hogy ha most ezt az ortopédiai cipőd gyártó vállalkozást említem, ha a hallókészüléket gyártó vállalkozást említem, ők akkor most, ha azt mondja, ez utóbbi a 95%-ban bezártak, de pontosan tudja például azt, hogy jelezték-e már, hogy nem képesek újra nyitni, hogy el kell bocsátani a dolgozókat, hogy nem képesek folytatni a gyártást. Hát egyelőre mindenki bizakodik, mondjuk azt, hogy utolsó tartalékait élik fel ezek a vállalkozások. Egyelőre azban gondolkodunk, és abban azt reméljük, hogyha a járvány enyhülésével a korlátozások is mérséklődnek, és vannak olyan, vagy lesznek olyan szakmai protokollok, amelyek a biztonságos kiszolgálást segítik, ebben az esetben talán növekedhet az a kontaktus szám, ami biztosíthatja azt, hogy ezekhez a gyógyászati segédeszközökhöz hozzáférhessenek a betegek. Engedje meg egy megjegyzést, azt tette a szövetség, a forgalmazók, az egészségügyi szövetség. Látva ezt a helyzetet, hogy a tagok által befizetett tagdíjakból létrehozta az ügyeletesdse.hu weboldalt. Ez a weboldal azt szolgálja, hogy mindenkinek a lakóterületéhez közel 5-10-30 kilométeres körzetben, ha van gyógyászati segédeszköz bolt, akkor rá tud keresni. Meg tudja nézni, hogy a segédeszköz bolt nyitva van-e. Ott milyen szolgáltatás van. Azt a terméket, amit ő szeretne megvásárolni, vagy recepten kiváltani, ezt ki tudja elváltani, illetve az adott segédeszköz bolt ki tudja elszállítani. Ezt a szövetség önállóan kezdeményezte, és ennek a költségét mi álljuk. Most kezdeményezzük azt, hogy ezt a portált, ezt a weboldalt, ezt vegyék át mások is, hogy a ellátás, ha még hogyha korlátozottan is, de biztosítható legyen a segédeszköz hordóviselők számára. 20 másodpercünk van már, annyi sem, úgyhogy szerintem megéri az, hogy még egyszer elmondja akkor ezt a weblap címet. ügyeletesdse.hu, ékezet nélkül. Margitai Barnabásnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Köszönjük a lehetőséget, minden jót kívánok. Minden jót.